A mai órán elérkeztünk az utolsó tananyagunkhoz, igen. Nem azt jelenti, hogy végeztünk a töri tananyaggal, azért csak úgy eszükbe vésném. Szóval, szabadságharc leverése, megnézzük, hogy ez a egyébként dicsőségesnek tűnő történet, amikor is már ronfosztunk, meg hadjátokat vezetünk, és azok sikeresek, azok vajon milyen eredményt érnek el, mi szükséges ahhoz, hogy el tudjuk innen is bukni ezt a szabadságharcot? Hát nem sok minden más szükséges hozzá, mint a Szent Szövetség. Ferenc József elég büszke volt ahhoz, hogy megpróbálja önmaga a rendet megteremteni Magyarországon, de ez nem jött neki össze, és ezt beismerte. És ennek köszönhetően úgy dönt, hogy a Szent Szövetség alapján a szövetségesét hívja csatába, aki pedig nem más, mint Miklós cár. Ugye a magyarok, amikor kiadják a függetlenségi nyilatkozatot, azt gondolják, hogy majd a külföld a segítségünkre fog sietni, el fogja ismerni Magyarország függetlenségét. Igen ám, csak a külföldnek ez nem áll érdekében. A külföld úgy gondolja, és az európai nagyhatalmak, hogy Ausztria nagyon-nagyon fontos ahhoz, az oszták birodalom, hogy a status quo, az egyenlőség megmaradhasson Európában, ezért nem támogatják az ellene folyó harcokat. Ferenc József nagyon hamar rájön arra, hogy nem fog külföld ellenségesen fellépni vele szemben, viszont arra is rá kell jönnie a két kudarc után, hogy nagy valószínűséggel nem tudja egyedül leverni a magyar szabadságharcot, segítséget kell hívnia, viszont az a szerencséje van, hogy Szent Szövetség alapján az oroszokat hívhatja segítség, amit meg is tesz, és első Miklóshoz fog fordulni segítségét, aki szíves örömest ad segítséget Ferenc Józsefnek, már csak azért is, mert ő vele meg már az európai uralkodók kicsit kacérkodnak, hogy mégsem annyira erős, meg megvan bomolva a birodalma, és beszeretné bizonyítani azt, hogy az oroszok azok bármire képesek, ezért aztán egy laza 200 ezer fős hadsereget küld a magyarok ellen, a magyarok jó esetben vannak 170 ezer. Ráadásul a 200 ezer fős hadseregnek a vezetője Paszkiewicz tábornok lesz, aki hát egy igen öreg, rutinos róka, tehát nyilvánvalóan nem egy nyeretlen két évesen bízta a magyarországi ellen küldött hadak vezetését. Mindenki tudja, hogy ez gyakorlatilag egy kegyelemdöfés a magyar szabadságharcnak, mert az oroszokkal és az osztályokkal közösen egyszerre nem valószínű, hogy le tud számolni, de ezért meg lehet próbálni. Íme első Miklós cár, és ez pedig egy olasz ábrázolás a magyar szabadságharc, hogy a magyarok hogy próbálnak a orosz nagymedvével, illetve a császári sassal egyszerre szembe szállni. Hát a császári sast valamilyen szinten térdekészítették, de a medvével már nem nagyon bírnak. Nézzük, hogy néz ki a politikai helyzet ekkor Magyarországon. Kossuth Lajos rájön arra, hogy nem tud másképpen jó helyzetbe kerülni, mint hogy megegyezzen a nemzetiségekkel. Eddig sem volt gondja a nemzetiségekkel, tehát ez azért nem egy újdonság, hogy ő megkeresi ezt a fajta megegyezést, azonban most itt van a lehetőség, és itt van a helyzet, amikor is meg kell. Ugye tudjuk azt, hogy a nemzetiségek, azok már nem barátai az osztrákoknak az olmüci alkotmány óta, hiszen rájöttek, hogy az osztrákok mit akarnak, viszont a mieink sem, mi bennünk meg nem bíznak. És amikor a magyar kormány kiadja, vagy a magyar parlament kiadja a nemzetiségi törvényt, amely egyedülálló Európában, hiszen ilyen nemzetiségi törvényt nem nagyon adtak ki, ami ennyi szabadságot ad a különböző nemzetiségeknek, nem nagyon hatja meg a Magyarországon élő nemzetiségeket. A zsidók ellenben jól járnak, ők polgári egyenjogoságot kapnak a magyaroktól, ők nem is kértek nemzetiségi törvényt, ők nem akartak nemzetiségé válni, ők egyszerűen csak a vallásukkal élni akartak Magyarországon, és szabad jogokat, és a magyarok lesznek az elsők, akik Európában igazán szabad jogok adnak a zsidóknak, ami hát nyilván annyi segítséget ad, hogy a zsidók pénzemberek, tehát pénzzel is tudják támogatni a szabadságharcot, illetve természetesen haderővel is. Új toborzást indít, új katonákat próbál Kossuth Lajos bevonni a harcba, azonban hát ezek nem lesznek sikeresek. Ugyanis a nemzetiségekkel való kiegyezés későn születik, nem lesz már eredménye, nem bíznak különben sem magyarokban. Az újoncok pedig kiképzetlenek. Nincs idő kiképezni őket, fegyvert kéne nekik adni, de nincs elég fegyver, fogy a pénz, fogy a posztó, fogy a fegyver. Ráadásul romlik a pénz,
és a lőszer utánpótlások is egyre inkább akadoznak, főleg a külföldi lőszer utánpótlások, hiszen nincsen mivel fizetnünk értük, és nyilvánvalóan a külföldi fegyverkereskedők így nem feltétlenül adnak nekünk el eszközöket, fegyvereket. Ráadásul június elején megérkeznek az orosz seregek, és hát megindulnak a hadak Magyarország ellen. Változások állnak be természetesen az osztrák hadseregben, és Windisch Grécet leváltják, és a helyére az olasz szabadságharc alatt bemutatott véreskezűségéről híres Hajnaut kapja meg a felhatalmazást, akinek csak annyit mondott Ferenc József, hogy verd le a forradalmat, bármilyen eszközt használhatsz, rebellis magyarokat meg kell büntetni. 166 ezer osztrák érkezik Hajnaut vezetésével, amelyet a Paszkijevics által vezetett 204 ezer orosz fog kiegészíteni. Ez találja magát szemben a 173 ezer fős magyar hadserege, aminek az egyharmada az frissen besorozott kiképzetlen haderő. Ráadásul a 173 ezer ember szanaszét van szóródva az országban, tehát mindenfelé vannak kontingensek, így nem igazán tudják fölvenni a harcot ezzel a két hadsereggel. Egyetlen egy esély van, és ezt Kossuthék nagyon jól látják, meg hát nyilván a hadvezetés is, méghozzá az, hogy az összes haderőt, amit lehet, a Szeged-Arad-Temesvár háromszög térségébe kellene összevonni. A probléma ezzel egyetlen egy dolog, hogy ezt nem csak ők látják, hanem Hajnaut, és Hajnaut egyenes vonalban siet ebbe a térségbe, hogy ne tudják a teljes hadakat összevonni. A kisebbségek megpróbálnak kerülő úton oda kerülni a temesvári háromszögbe, illetve mindenféle a kontingensének meg az a feladata, amellett, hogy valahogy gyűjjenek össze ebbe a térségbe, hogy megakadályozzák mind az orosz betöréseket, mint pedig az osztrákoknak a betöréseit, tehát akadályozni kell, lassítania kell az ellenséget. Az a baj, hogy ez egy többfrontos háború, hiszen az oroszok nem egy irányból támadnak, hanem északról is jönnek, és jönnek Erdély irányából. És Erdélyben egy nagyobb 50 ezer fős hadsereg érkezik, a többiek pedig északról érkeznek. Őket Görgei próbálja valamilyen mértékben lassítani, és Görgeinél van igazából a magyarok fősereg, akinek oda kéne érni ebbe a háromszögbe, viszont késedelembe esik pont azért, mert közben folyamatos csatákat kell, kisebb-nagyobb ütköteket kell vívnia. Bem megkapja ugye az erdélyi főparancsnokságot, és Erdélyben harcol az oroszok ellen, míg aztán Segesvárnál súlyos vereségbe fut bele. A segesvári csatában, ahol nagyjából 3000 katonája van Bemnek, köztük Petőfi Sándor is itt van ebben az ütközetben, összefut a kozák dzsidásokkal, kozák lovassággal, akik kíméletlen mészállást tartanak az ott lévő magyarokban. Több rohammal is próbálnak a honvédek védekezni, de nem sikerül. Végül aztán az orosz dzsidások földülnek, már csak azért is, mert a vezetőjüket megölték, és ennek köszönhetően elkezdik lemészárolni az itt lévőket. Akit elkaptak, azt lemészároltak. Vannak ilyen mendemondák, mert hogy Petőfi Sándort itt látták utoljára menekülni a dzsidások elől. Vannak olyan mendemondák, hogy Petőfi Sándor túlélte ezt a csatát. Egyesek szerint még levelet is írt utána a feleségének, meg bújdosott egy házban. Más források szerint hadifogságba került, és Oroszországba cipelték. Azért nem gondolom ezt én, mint hadtörténész, hogy hadifogságba került, azt lehet, hogy megmenekült valahogy, és kapott egy súlyos sérülés, később hal csak meg, de én azért nem gondolnám, hogy hadifogságba került, mert itt tényleg mindenkit, akit elkaptak, azt megöltek a kozákok, mert dühösek voltak, és ráadásul állítólag találtak egy holttestet, amely között körül papírok voltak, szétszórva, és hátulról volt melbedöffe, tehát hátulról átdöftek rajta egy dzsidát, vékony dongájú csávó volt, nem tudni. Az biztos viszont, hogy a kozákok a halottakat tömegsírba temetik ezen a területen, és hát Petőfi Sándor holteste, illetve Petőfi Sándor maga soha többet nem kerül elő, legalábbis hivatalosan nem. Mendemondák persze vannak. Bemezek után a temesvári seregek főparancsnoki tisztjét is megkapja, és az a dolga, hogy föl tartsa Hajnaújék seregét, megverje azokat, a feladathoz is kéne, hogy Görgei odaérjen.
Igazából az egyesség úgy szól valahogy Kossuth és Görgei között, hogyha sikerül Bemnek megakadályozni a Temesvárnál az orosz betörést, akkor Görgei nekiesik a teljes hadsereggel Hajnaúnak. Ha nem sikerül, akkor Görgei megadja magát. Hát ez egy elég furcsa elmélet, ami a tankönyvünkben is szerepel. Egy biztos, Görgei nem tud odaérni, egyszerűen jól akadályozzák az osztályok abban, hogy odaérni a fősereggel a háromszögbe, és mi odaérni, addig a Bem vereséget szenved Temesvárnál, és Bem is menekülőre fogja. És gyakorlatilag láthatóan innentől fogva a magyar szabadságharc elbukott. Még ha mások másként is gondolkodnak, mert nem mindenki mondja azt, hogy ez el van veszve, itt szerintük még egyesek szerint meg lehetne nyerni, meg hősi halált kell halni, meg hasonlók. Íme Hajnaú. És hát a különböző hadmozdulatok, ugye északról érkeznek az oroszok, Paszkievics vezetésével, illetve keletről is érkeznek oroszok, Hajnaú pedig ugye szinte egyenes irányban halad a temesvári háromszögbe, ugye ez az Arad-Temesvár háromszög. És íme a komáromi csata, Petőfi Sándor emlékműve Segesvárnál. Na most, hát Görgeinek nagyjából egy ilyen 40-45 ezer fős hadsereg marad a kezében, ami ellen egy laza 350 ezer katona van a másik oldalon. Kossuthra azért ez jellemző, hogy Kossuth Lajos a temesvári csata után nem sokkal lemond a kormányzói tisztségéről, és szűk kíséretével együtt elhagyja az országot. De mielőtt ezt megtenné, Görgeivel egyeztet, és álltak egy másfél órás fültanúk szerint, mert ketten vannak a szobában, nagyon-nagyon hangos vita van Görgei és Kossuth között. Vannak olyan elméletek, akik azt mondják, hogy Kossuth azt mondta a Görgeinek, hogy a végsőkig tartsanak ki és harcoljanak. Görgei teljesen más állít. Görgei azt mondja, hogy Kossuthtól teljhatalmat kap, és az nem telj, hanem teli hatalom, teljes hatalmat kap, és Kossuth elmondja neki, hogy próbáljon minél jobb békepozíciót, fegyverletételi pozíciót kiharcolni. De előtte Kossuth tartaná magát a csatához. Egy biztos, Kossuth nem akar itt maradni, nem várja meg a történet végét, hanem Görgeire bízza át Magyarország és a magyar hadsereg irányítását. Görgei pedig tárgyalásokat folytat az ellenséggel, de nem az osztrákokkal folytatja a tárgyalásokat, azok ugye tudjuk, hogy feltétel nélkül lefegyvertételt kívánnak, hanem az oroszokkal, és az oroszok megadják neki, hogy aki fegyvert leteszi, az sértetlen mad, ezt írja le a Paszkievics. Kivétel az alól Görgei, mert Görgeinek a nyugtonhagyását, békénhagyását, azt nem Paszkievics, hanem maga a cár fogja szavatolni, és ez egy óriási különbség, ezért is vádolják meg hazaárulással. Na most azért több dolgot vegyünk figyelembe. Görgei volt a tárgyaló fél. Nem ő kérte valószínűleg, hogy a cár szavatolja, ő mindenkinek a cártól kért, csak a cár nem írta alá ezt mindenkinek, hanem Paszkievicsnek adta át ezeket a jókat, és egyedül a Görgeiét írta alá a cár. Ez egyik megdöbbentő tényező a dologban. A másik, hogy ezt ne felejtsük el, hogy Görgei nem volt császári katona. Hiába volt katonai kiképzése és jelentkezett a magyar hadseregben, mint katona, csak ő egy leszerelt katona volt, aki nem katonaként, hanem kémikusként tevékenykedett. Ennek köszönhetően őt azokért a dolgokért, amiért elítélik majd a többieket, nem lehet elítélni. A lényeg, hogy Görgei megúszta, a többiek viszont annyira nem. 1849. augusztus 13-án aztán világosnál a cári csapatok előtt, hogy ezzel is kiszúrjanak és megmutassák, hogy nem az osztály, hogy győzték le őket, hanem a cári csapatok előtt a magyarok leteszik a fegyvert. Természetesen a fegyverletétel dátuma és helyszíne kötelező dátum. Tehát aki nem tudja, az ugye tudjuk, hogy mivel jár. Íme a fegyverletétel, ahol ott van például Vécsei kezében, ott van a szabja, amit eltör, hogy ő bizony nem teszi le, hanem eltöri, nem adja át magát. Nem értenek egyet egyébként a magyarok jó páran, a hősies helytállás és a hősi halált választanák inkább, mint ezt a fajta békét. És íme a fegyvertétel egy másik képen, az oroszok előtt.
Mondom se kell, hogy Hajnaú rendkívül dühös lesz emiatt a dolog miatt, hogy nem ő verte le a magyarokat, és nem ő tették le a fegyvert, ezért aztán hát mindent megtesz azért, hogy úgy emlékezzünk rá vissza, hogy egy kegyetlen szemétláda, ami az is egyébként, megkezdődik Hajnaú rémuralma. Ugye Ferenc Józseftól teljes hatalmat kap ahhoz, azt csinál magyarok, amit akar, úgy veri le őket, hogy akar. Ja, nyilvánvalóan figyelembe kell vennie az orosz cár által megígérteket, tehát úgy nem lehet csak simán elítélni a magyarokat, viszont akit el lehet ítélni felségárulás és egyéb perek ügyén, azokat meg is fogja tenni. És ezt megteszik, és elkezdik gyakorlatilag a magyarokat összefogdosni. Magyarország egyébként elveszti a 48 előtti kedvezményeit is, egy pár évig ez így is fog maradni, hiszen teljesen egységesíteni akarja a császári birodalmat, megtörni a magyarokat. Hajnaú gyakorlatilag egy kegyetlen szemétládaként lép fel, rengeteg bebörtönzésről van szó, és nagyon sok halálra ítélés, sőt, még olyanokat is ítélnek halálra, akiket nem kapnak el, sőt, még nem csak, hogy halálra ítélik őket, hanem ki is végzik őket, csak úgy, hogy nem kapták el őket, egy krumplizsákot fölakasztanak a nevükbe, és ráújják a nevüket. Érdekes, hogy majd Magyarország egyik újabb miniszterelnöke és egy úgynevezett szép akasztott ember címben fog tetszelegni, mert hogy őt is fölakasztják a jelenléte nélkül. De vannak, akik itt vannak, és hát ennek a sarkosodása a legfontosabb időpontja ennek a tisztogatásnak, 1849. október 6-a, természetesen kötelező dátum, aki nem tudja, azt tudja, hogy jár, amikor is kivégzik az aradi 13 tábornokot, azért aradi 13, mert Aradon végzik ki ezt a 13 tábornokot, illetve Pesten Batthyány Lajost is kivégzik. Az aradi tábornokokból 9-et akasztással, 4-et golyó által, még Batthyányt golyó által fogják kivégezni. Na most hozzá kell tenni, hogy a Batthyányi kivégzés az abszolút mértékben jogtalan. A október 6-án Aradon kivégzettekre rámondják azt, hogy felségárulást követtek el. Ne felejtsük, hogy emlékezzünk vissza, hogy még az előző uralkodó azt mondta, hogy mindenki elment a saját hadseregéhez harcolni. Tehát egy furcsa helyzet van. Ugye azt mondtuk, hogy Ferenc Józsefre ezek a dolgok nem vonatkoznak. Az aradi 13-on kívül nagyon sokat végeznek ki, 124 elvégzett halálos ítélet van, ha minden igaz, és jóval több a menekülés közben megöltek száma. Nagyon sokan hosszú börtönbüntetésre ítélnek. Ez alól egyetlen egy tábornok van, aki kivétel, ez Klapka György, aki a komáromi erődöt védi, és ő külön mentelmi jogot kap az uralkodótól, meg az egész hadsereg elvonult, és egyébként az egész hadsereg együtt kivonul Amerikába, ugyanis a komáromi erőd annyira erős erődítmény volt, nagyon sok ember halálával és kb. 4 évnyi hadakozással vált volna egy igazi ostromnál Komáromnál, és ezért inkább megpróbálják valahogy kicsalni, és október 2-án sikerül is kicsalni Klapkát. Sokan kerülnek külföldi emigrációba, mint például Klapka és Kossuth. Kossuth egyébként Törökország, megy majd Amerikába. Kossuth az elkövetkezendő években is megpróbálja a magyar szabadságért felhasználni a külföldi erejét. Ez nagyjából az amerikai észak-déleni polgárháborúig tart, onnantól fogva már elég sikertelennek mondható az, amit ő csinál, de azért is, mert a kiegyezés után már egy megnyugvás van Magyarországon. Íme a 13 aradi tábornok, akit kivégeztek, mindjárt meg fogjuk őket nézni név szerint. Knézics Károly nevéből ítélve ugye nem magyar származás, hanem inkább horvát. Nagy Sándor József, ő esetlegesen magyar származás, Aulich Lajos német származású, és mégiscsak mellettünk. Láner György, szintén német származású, mégis mellettünk. Pöltenbergernő, lengyel származású, mellettünk. Gróf Leiningen Westerburg Károly, főnemes a császári család közvetlen közeléből, mégis mellettünk harc. Török Ignác, igen-igen gazdag magyar főúr. Kisernő, szintén igazza, hogy igen gazdag főúr, olykor kártyázik Ferenc Józseffel. Schweidel József, hogy ezt nevéből ítélve ő is ugye inkább német származás. Dezsőfi Arisztid, lengyel származású tiszt. Lázár Vilmos, na ő magyar származású. Damjanics János, Horvátországban született hadvezérünk, aki hát
törött lábbal kerül ide a aradi 13 kivégzésekor. A lábának az eltörésének egy nagyon egyszerű oka van. Komáromi várnak ő a kapitánya, tehát nem Klapkának kéne Komáromban, hanem Damjanicsnak, sőt, honvédelmi miniszternek is ki akarták nevezni, de hát eltört a lába. Ugyanis egy szemlén, amikor éppen a falat szemlélték, egy szekér elszabadult, vagy valami hasonló, és ő bekerül a szekérkerék alá, és az ripítja tőle a lábát, ezért fölmentik a Komáromi erőd védőinek címéből, és az aradi kórházba szállítják, aradi honvéd kórházba, és hát itt fogják el, és végzik ki. Olyan magas volt, hogy a bitóra nem lehet, ugye 2 méter 8 centi volt, hogy mondjam, 2 méter 6, olyan magas volt, hogy a bitó nem volt elég magas hozzá, hogy megkértek, hogy térdeljen már letörött lábba, amíg fölakasztják. És ő volt az utolsó előtt, akit akasztottak. Az utolsó pedig gróf Fécsei Károly volt, aki mivel, hogy már nem tudott elbúcsúzni élő társaitól, ezért Damjanics Jánosnak csókolt kezet, mielőtt fölakasztották volna. Íme az aradi vértanúk emlékérme. És íme az akasztásuk. Hát ugye ez nem ez a klasszikus lógatós akasztásos történet. Ugye jeltelen sírba temetik őket, de mindegyiket kihantolják a családtók is, elviszik. Ezt félrenéznek ilyenkor az osztályok is sikerül elvinni. Egyébként büntetés lett volna Hajna utól, hogy ne vigyék el. Hajna egyébként itt dürömt is kapott másnak, amikor megtudta, hogy a sírokból kiásták és elvitték a halottakat. Milyen hatásai lesznek a szabadságharcnak Magyarország tekintetében? Hát Magyarországa többet a feudalizmus nem tér vissza, tehát az azért nem tér vissza, és megindul a polgári átalakulás, amely aztán majd a későbbiekben, a jövő évben fogjuk tanulni, hogy miként hat.